Meg aranykövetőim és rajongóim, a HBO-gon vagyunk, és egy új filmet löktek oda főfelé. Katie, a Kani nagyon jó, általában ledobja a tisztörtől, de nagyon agresszív. Az a címe a filmnek, hogy Wrong Boy the Next Door, vagy valami, rossz fiú a szomszédba, vagy hogy írja magyarul, várjál, nézzük meg, hogy ki írja-e. Rossz fiú a szomszédban, ja, jól mondom, igen. Na és képzeld el, hogy a Kanina kiderült, hogy veszélyes, tényleg Wrong Boy, házakat újít föl, teljes túlba van. Érted? És na, hát a duro-duro-dóra, hogy bedurrant anyukámat, az is beszélnem kell az a kis nőben, mert úgy látom, elment az esze, csinálja a majomkodását, érted? Anyukám, az könyvet darál, érted? De miért nem darál zsemlemorzsát? Most mondd meg őszintén, a száraz kiflit ledarálhatná otthon. Sanyika, mit működöl? Hipoallergén, Sanyi, lettél? Jézusom, várja, nézzük a filmet. Tehát a duro dora anyukám darálja a könyvet, mert hogy uziszkodás van, és nem fogjuk ezzel a mocsok uziszkodással, a homoszexualitással megfertőzni a gyereket. Mert tudod, anyukám, az olyan, mint a izé, mint a kovix, érted? Tűszenteszkedtőt a pisztára, és már azt mondja, ó, Józsi, de jó segged van. Érted? Tehát így gondolja a duro dora. Tehát nem... Jézusom, most megöli a tanárnőt, mert csúnyán beszélt fel. Oda néz, most el fogja kapni. Egy csúnyán beszélt az ő kis szerelmével. Úgyhogy képzeld, ez úgy gondolja, duro-dóra, képzeld, mennyi észszorultabb a kis nőben. Úgy gondolja, rátűszent egyet a Józsi a pisztára, a piszta meg azt mondja, dig, de felszukásodtam a kanikra. Na most, Jézusom, most figyelj. Mit fog vele művelni? Csóri pedagógus, Jézusom, na, te jó, na, elkapta a tanárnőt. Mondom, hogy agresszív a Wrong Boy, de nagyon jó néz ki. De anyukám, tehát most azért, te apád nyakkendőjével izé megfojt, akkor teljesen mindegy, hogy néz ki. Na, és mit mondtam? Már le is dobta a tiszörtöt, anyukám, parancsoljá. Dika, szóval Dóri az ilyen, ez ebbe van, szóval az azt mondja, hogy úgy te, érted? Ja, mert hogy a gyerekkönyvben van valami meleg vonal, és hogy akkor ezzel fertő. Figyelj ide, anyukám, most megmondom, ezzel tudod, mi történik? Semmi más, csak a gyerekek, akkor már kiskorukban, már gyerek, pici gyerekként megtanulják természetesen kezelni, hogy vannak uziszkodások is a világban. Érted? Ennyi történik, semmi más. Tehát úgy fogja kezelni, érted, hogy ez egy természetes dolog, hogy Jancsi szereti pisztát, kész, nincs ebbe semmi. Úgyhogy anyukám, ez pont ez nevelés és gondolkodás. Kérdezte, hogyha már 5 évesen azt mondja, persze, hát van ilyen, hogy Pista szereti Józsit, kész, teljesen természet. És akkor nem lesz egy ilyen gyűlölködő, ellenségeskedő felnőtt, aki már mindenkit utál, mert az fekete, hanem elfogadó lesz. De hát úgy látszik, hogy Duro Dóri bedurrant, úgyhogy neki ez nem tetszik, úgyhogy ő darál, anyám. Ő könyvet darál. Na, kiszökött a kislány. Ugye mindegy, hagyjuk, takába raktam Duro Dórit, mert pont felokádok az ilyen nyomorultaktól. De mindegy, küldje neki szivárványt, tudod mit? Hivatalos, csí, anyukám, Duro Dóra, bedurrant, ő is így hivatalos, hát neki is, miért nem official, érted? De van, gondolom, ő a jó keresztényben ott nyomja. Képzeld, ezek a gyűlölködők aztán elmennek tudod imádkozni vasárnap, mert olyan jó emberek. Na, itt a... Jézus, itt a... Hű, most agresszívoskodni. Szóval, anyukám, egyet jegyezzél meg. Nem attól vagy jó ember, hogyha csúszol, mászol, érted a templomba, meg magyarázol ott össze-vissza, nem. Attól leszel jó ember, hogyha jól gondolkodsz, elfogadó vagy, odafigyelsz másokra, észreveszed a hajléktalant, fölsegíted az idős nénit, nem tudom én, tehát ha jó cselekedet, attól leszel jó. Nem a anyukám, hogy heti egyszer elmész a templomba, csúszol, mászol, nagy keresztjénybe vagy, utána meg gyorsan kirohansz érted az erdőbe, és össze-vissza gyilkoldászod az állatokat. Mert mentünk vadászni, kilőttem az oroszlánt, anyát a kuristenit. Érted? És most érted, én nekem, érted, akinek egy ilyen hátrányos helyzetű gyereke van, most Sanyika, a Duro Dórit takába fog rakni, ha megtudja, hogy te uziszkodsz. Ne nézzél, a Dóri miatt van az egész. Mindenki tudja, hogy mit működöl. Hát mindenki. Hát az egész környék erről beszél. Hogy te kimész az utcára, és molesztálod
a kisebb kutyákat, vagy a nagyobb kutyákat is, ugye? Ha molesztálod. Miért nem alszol akkor, ha már így betekeredtél ide? Már ne haragudjon a világ. Szanyika, mit mondunk a Duró Dórinak? Mennyi te is könyvet égetni, gyorsan. Te, hát a Hitler is égette a könyveket, nem tudom, hogy ez megvan-e neked. Tudod? Hű, a Thomas Mann anyukám tűzre dobta. Szanyika, ne aludjál, akkor, amikor miattad van ez az egész fölhajtás, érted? Miattad égetik a könyveket, mert kiderült, hogy a Szanyika úriszkodik. Az anya úristenit. Ezt most nem mondod komolyan, hogy te még itt fekszel ágyban. Szanyi, hát vendégségbe kéne menni. Megint kimaradtál, mi? Hol voltál? Édesapa elment lefeküdni, ha jól emlékszem, 10 óra körül, és te... Jó, jó, hát... Kábítoztál, ugye? Mutasd csak meg. Hát te kábítoztál. Hát legalább, várj, megnézem a vérnyomát. Hát remélem, hogy nem ilyen meleg klubokba jártál. Várj, a pulzusod jó. Várj, jó, itt sincs berök. Nincsen... Nincs koronavírusod nekem? Várjál, hát egy lázat. Várjál, mindjárt mérünk egy le. Jó, hát ne. Szanyika, ugye nem a... Megmondtam, hogy nem mehet el sem. Megint elkezdtél uziszkodni. Te, a Duró Dóra nagyon be fog durranni rád. Hát ez nem igaz. Követő, most mit csináljak a gyerek? 2:30, és úgy érzi, hogy ez az élet. Hát anyukám, nem tudok mit csinálni. Na, ma vége. Reklám, vége akciónak. Te, most tényleg ezzel, hát ezt ledobom, hogy jó nézel kicsit. Hallod, most tényleg ezzel, hogy most a gondolkodom én is nagyon ezen a meleg karakterem. Sziadjuká, meleg messze karakter, hogy ilyen előfordulhat, hogy ami létezik az életünkben, tehát hogy jelen van, az megjelenhet-e egy messze könyvben, mert most, tudod, mi nagyon-nagyon nagyon, most elkezdtem megfejteni ezeket a messzekönyveket. Nagyon pipa vagyok a hófehérkére, megmondom őszintén. Olyan dűfog el emiatt a kis cafat kis hófehérke miatt. Te. Most a következőt képzeld el, hogy milyen szemétség, amit a hófehérke csinál. Érted? Gondolkodjál, anyu, társadalom. Mi rosszabb, mint a húzik? Szóval a hófehérke, anyukám, ez a Moisture Surge, ez a top. Szóval képzeld azt el, hogy a hófehérke, anyukám, tudod, mit művel? A következőt lejáratja az idősebb korosztályt, a 40-eseket. Megmutatja azt, hogy amíg fiatal vagy és roppanos viszli, addig nézel jó ki. Fölrántja a királynőt, hogy az irigykedjen, érted? És irigyét úgy mutatja be, hogy mi 40 fölöttiek, vagy ti 40 fölöttiek, mind irigyek vagytok, és legszívesebben mérgezett almával osztogatnátok, vagy dobálnátok a fiatal 20 éveseket, akik viszont direkt, hogy hergeljenek, kis pici törpékkel vonulgatnak, játszák az eszüket, és azt csinálják a törpékkel, hogy nem kaphatsz meg. Viszont úgy viselkedik végig az a majomnő, érted? A fekete ében, fekete hajával úgy viselkedik, érted? Hogy, ja, hát tudom, hogy bejövök, de nézzél már magadra, majom, ekkora vagy, hogy sose kapol meg engem. Taka, és vonulgat, de közben eljátsz az ajtatos manót, hogy jó, hát kitakarítok, meg rendet rakok. Duró Dóra, tícsad, zúzzad be a hófehér, két az anyád úristeni, most daráljad be. Mika, mit csinálsz? Jézusom, Sanyika, csak nem képzeled, hogy te a micimac... Sanyi, hát hogy a micimackót nézed? Hát egészen el vagyok keseredve. Miért kell neked egy ilyen beteg messét nézni? Te, akit egy rendes keresztjének neveltelek, itt kell neked megnézni, ne haragudj, egy ilyen testképzavaros dagadt medvét, érted, egy malackával, aki azt se tudja, hogy mi van az életben, érted, fiú-e vagy lány, vagy ez a hiperaktív tigris, meg az okoskodó, tudelékos bagot, te ezt nézed? Sanyi, hát erre neveltelek. Hát ettől lehet, hogy ettől lett, ettől van a testképzavarod. Ettől a úrva micimackótól. Hát anyukám, takába foglak tenni, komolyan mondom. Jézusom, ezt a perverz messzét.
De hogy ezek rontják el a tégedet, akit ilyen keresztényi szeretetben neveltünk. Jaj, drága aranykövetőm, össze, bocsász, kereszté hívták? Szenka, miért néznek, hogy nyomulsz? De hívták kereszté? Ne haragudjál, már millió ügy volt. Szenka, miért kell helyezkednek? Nézd oda. De őtet nem érdekli. Ő ide föltelepedett, kösz. Na, nézem a kanikat. Nézd meg, hogy hívják ezt a kanit? Tudod, ilyen táncos. Hű de pörög, jaj de mókás. Egyem a szívét. Na figyelj ide, drágtő rajong, voltam masszázsom, mert be voltam jelen, vasárnap este van, mondjam, összeestem Szergelyhez, anyukám az orosz, mert anyukám tanulom az oroszt. Ez mindig mondja, no, én már mondom neki, hogy ócsinyáraso, érted? Hát már úgy kvaterkálunk ott, hát nagyon bírom. Mondta, hogy adjam át az üdvözletem, csak mondta a kisnő nevét. Dúrinak? Be? Nem a Dúró. Dúró Dóri az más. Az a... Jaj, hát az anyukám. Szenka, nekem nem nézel hülye messzéket, idegbeteg, a tesztképzavaros izékről, medvékről anyukám, meg depressziós csacikról, Jézusom. A upikék, törpikék is szerintem az is egy ilyen gyűlölködő ide. Mert mindjárt kitalálom, érted, hogy a, mindjárt. Hát például abban is van ugye egy ratykó macskó, ugye. Azon kívül, hogy egy törplány van, ugye, a kis szőke, hogy hívják őt? Törpilla. El tudod képzelni, hogy mit csinálnak vele a faluba? Azon nem gondolkodtál? Hogy a törpillát, így megcsinálják ott. És akkor ott van a izé, tudod, amelyik olyan híjú az, melyik, várjál? Törpojáca, ugye, tükörre jár. És akkor ott van egy nagy verekedős is, a törperős. De javaslom most, hogy a Dóri, az nézze meg, mert tényleg olyan katolikus keresztényben van, ő is a keresztényi szeretetnek nevében anyukám mindenkit izé telibe verne. Hallod, hogy meg érdemes lenne megnézni az imák Bobiért Sigourney Weaverrel. Ugye ókövető tudja, új követő hallja. Ugye mondanom se kell. Hogy hívják ezt, hogy nem Jason Statham, az a táncos műsorban, ne haragudjál már. Nincsenek a zenei dolgok. Úgyhogy az imák Bobiért azt azért javaslom megnézni, amikor ugye pont az anyuka ilyen óriási nagy keresztényben van, kiderül a fiáról, érted, hogy merre van az előre, a gyerek öngyilkos lesz, na és utána aztán anyuka azért megjárja a hadakútját. Az elfogadás miatt, ugye? Mert nem sikerült. Aztán a legnagyobb meleg aktivista lett a mamából. Kamme. Hát, drága arany követőre, inkább még óvaszom az itán. Pipike itt van, nézd meg, a tükörbe látod, hogy mit művel. Gyönyörű testével. Hám le van róla véve. Ugye, Szanyika? Viszelkedem, miért nem ide jössz? Azt mondtam, hogy ide fő. Anyukám, találtam egy Csatahajó című filmet itt YouTube-on. Halálizgalmas, valami olyasmiről szól, hogy főfedezik a izét, valami új bolygót, el tudod képzelni, és akkor ott invázióznak majd. Most nem tudom, most kezdődött, ha jó pofa vagy, ha mit tudom. Jaj, izén, várj! Nézzek itt ezt, Csatahajó. Csatahajó anyukám, ebbe vagyunk. Figyelj már ide, hát a Patrik, hát tudod, a Benzinek kéne menni most már ilyen men's fizik versenyre. Ezzel azt szogattam, de nem nagyon akarodzik neki, mindig mondja, hogy Cilla, hogy dőjél le. De a Patrik nyert, van neki kupája, meg minden. Hát gratulál. Tényleg szívből gratulálok Patriknak, hát most már vedd rá a Benzit, hogy ezzel a Benzi most lett 27, aztán kiöregszik ezekből a versenyre. Mit fog csinálni akkor? Hát el tudod képzelni. Tudod, de hogy mit művelnek? Te ezeknek egyébként most nem akarom, elég nagy darab ez a Patrik, de elment a eszük. Figyelj, ezek tudod, mit művelnek? Képzeld el, hogy az utolsó napon azt hiszem, hogy úgy hívjam, van a tömegelés, meg amikor azt mondja, amikor mindig fülelek, tudod, hát bodybuilding-es vagyok, fülelek, és mondjuk, jó, nem, még itt a héten le akarok száradni, gondoltam magamban, száradjál el, mi az Isten ezen lesz? Képzeld, ez semmi szénhidrát, figyelj, ezek négy darab paradicsomon élnek, elképesztő kitartást kell, hát most képzeld, nézzél rám, jó, majd kicsattanok. Ciruka, hogy van? Mint a mak? Szanyika! Na jó van, figyelj, nem tartalak föl. Figyelj, Patriknak gratulálunk, neked taka, Benzsit csókoltatjuk, jó éjszakát, mindenki. Szanyika, kívánjál jó éjszakát követőnek, rajongónak. Na most indul a Csatahajó.
Egy nagyon jó kis kani van, ma anyukám már ledobta a tiszörtöt, volt minden, úgyhogy ne arra, ugye már. Pipike, aludjál rendesen, most már fölfelé, ide föl a párnákra kéne menned, jó? Nem itt kéne puposztítanod. Hát anyukám, szálljél.